Hajrá, Máté! Ha minden a tervek szerint alakult volna, Hellebrand Máté ezekben a napokban már Japánban várná az 50 kilométeres gyaloglás rajtját. Sapporo helyett azonban Nyíregyházán tölti napjait a sportcentrum atlétája, aki számára szokatlan helyzetbe került az idei versenynaptár borulása miatt. Elsőként az olimpiai kvalifikációs dudincei versenyt törölték a szervezők, majd a különböző nemzetközi viadalok kerültek ki a naptárból, az olimpiát pedig egy évvel későbbre halasztották az illetékesek. Ilyen a pályafutásomban még nem volt, hogy nyáron úgy edzünk, hogy nem készülünk semmiféle nemzetközi versenyre, se EB-re, se VB-re, se olimpiára. Eddig 2006-tól minden nyáron részt vettem az adott évben megrendezendő nemzetközi versenyen. Idén sajnos ez most elmaradt. Nagyon sajnáljuk, mert novembertől több mint 10 hetet voltam edzőtáborban, egy teljes hónapot Japánban, utána meg 2,5 hónapot Portugáliában, és rá egy hétre lett volna az első kvalifikációs versenyem, amikor ugye berobbant ez a vírushelyzet, és onnantól kezdve ugye az összes versenyemet törölték. Mint Máté elmondta, nem volt egyszerű feldolgozni azt, hogy a befektetett munka kárba vész, de most már előre tekint és reméli, hogy nem ér véges számára verseny nélkül a 2020-as év. Márciusban, illetve áprilisban volt a legrosszabb, főleg akkor, amikor bejelentették, hogy elhalasztják egy évvel az olimpiát. Igazából pár nap vagy pár hét alatt, hogy ezt fel lehetett dolgozni, tényleg az volt a rossz, hogy nagyon sok munkánk így kárba vészett, nagyon sokat dolgoztunk az edzőmmel Pokronszki Józseffel, és nagyon jól is sikerült ez az őszi-téli alapozás. Nagyon jó formában voltam tavasszal, sajnos ennek a gyümölcsök most nem tudtuk learatni. Utána igazából nem nagyon álltunk le, edzegettünk, igaz, hogy nem napi kettőt és nem heti 160 kilométert, jóval visszavettünk a kilométerekből, de azért most készülünk az itthon megrendeződő versenyekre, reméljük, hogy ezeket már nem fogják elhalasztani. A tervek szerint szeptember első hétvégén rendezik meg Székesfehérváron a csapatbajnoki döntőt, amelyen 5 kilométeres távon áll rajta Hellebrand Máté. Egy héttel később Budapesten a Superliga döntőjében 10 kilométeres távot jelölnek ki a gyaloglóknak, majd szeptember 27-én Békés Csabán a 20 kilométeres táv teljesítésével zárhatja nyúlfartnyi szezont a kétszeres olimpikon.